Bataszik újai edzője a családból hozta a törvények betartásának tiszteletét, lévén édesanyja is a közigazgatásban dolgozik. Firle Anna is a jogi pályát választotta, de végzett jogászként sem ügyvéd, sem bíró nem akart lenni. Mindig is vonzott a közért való munkálkodás, mindig is, tehát már az általános iskola során is mondjuk részt vettem a diák önkormányzatban. Próbáltam mindig úgy a közérdekét szolgálni. A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának jogász szakán szereztem a végzettségemet, majd ezt követően ugye, mint mondtam, Szekszárdra visszaköltöztem, ahol a Szekszárd megyei jogú város polgármesteri hivatalának, jogi és hatósági igazgatóságának igazgatási osztályán kezdtem el dolgozni. Ez mindenképpen úgy gondolom, hogy szakmailag előrelépés. Igazából ez volt a célom, amikor megpályáztam a Bátaszék városa jegyzőjének pozícióját. A közigazgatási eljárási rend egy külső szemlélő számára bonyolult. Sok esetben a kliensek nem tudják, melyik ügyet hol kell elintézni. Számomra, mondja Firle Anna, az is fontos, hogyha nem közvetlenül, de mindenképpen segítsem őket. Bátaszék aljegyzőjét 11 jelentkező közül választotta ki a hivatal vezetése. És hogy milyen egy jó aljegyző? Úgy gondolom, hogy valamennyire szigorú vezető, hiszen ugye a feladataim közé tartozik a hatósági iroda vezetése, szakmai támogatása, viszont úgy gondolom, hogy a kollégákkal egyfajta jó kapcsolatot is ki kell alakítani, mert mindenképpen együtt dolgozunk, együtt töltjük az időnk nagy részét, ugye mindenki 8 órát azért a munkahelyén tölt, úgyhogy nagyon fontos, hogy a másikat megismerjük, tiszteletben tartsuk, és tényleg emberként kezeljük egymást. Elsősorban a jegyző helyettesítése a feladatom az ő távolétében. Egyébként ugye, mint mondtam, a hatósági iroda vezetése, szakmai támogatása, az ott dolgozó kollégák segítése, illetve a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kirendeltségeken dolgozók szakmai támogatása, segítése. Ugye ide tartozik Alsónyék, Alsónána és Sárpilis község is. Illetve ugye Bátaszékváros önkormányzata, Alsónána, Alsónyék és Sárpilis község önkormányzata képviselőtestületi döntéseinek az előkészítése, az ő munkájának a segítése, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának a segítése, jegyzőkönyvvezetés, a pályázatokban való jogi segítségnyújtás, szerződések megírása, szabályzatok szerkesztése. Minden, amiben a jegyző munkáját tudom segíteni. Felkészült kollégák fogadtak a hivatalban, így aránylag könnyű dolgom volt a beilleszkedéssel, mondta Firle Anna. Egyelőre nem gondolkodom azon, mi lesz a továbbiakban. Ez a munka kielégíti a szakmai elvárásaimat. Most tanulok, mondja Bátaszék új aljegyzője, hiszen a közigazgatási irányítás egy nagyon sokrétű és számomra izgalmas feladat.